Érdekes kiállítás nyílt meg a Polgárcentrumban. A Múzeum História című tárlat az idén 50 éves Nógrádi László helytörténeti gyűjtemény krónikája, azaz az újpesti történetírás történetét foglalja keretbe. csoportunk még a megnyitó előtt bejáratta a kiállítást, ahol idegenvezetőnk Szöllősi Marjan a helytörténeti gyűjtemény vezetője volt. Amit pedig ő nem tud Újpestről, az valószínűleg nincs is. Azért a fél évszázad mindenképpen megér annyit, hogy egyszer végig tekintjük, végig gondoljuk azt, hogy mi is történt egy múzeum életében, és hogy mennyire tudott összegyűjteni olyan anyagot, amely mondjuk Újpest történetéből fontos, mennyire tudott részt venni a város közéletében, és mennyire tudott esetleg segítséget adni mindazok számára, akik foglalkoznak Újpest történetével, akár kutatják, akár csak érdeklődnek, akár csak emlékezni szeretnének. A tárlat mindenkinek érdekes lehet. A régi újpestiek ráismerhetnek akár magukra, ismerőseikre, barátaikra, otthonukra is a több évtized távlatából ezeken a megfakult képeken, aki pedig később költözött ide, vagy épp most tervezít megtelepedni, rácsodálkozhat arra, milyen is volt a kerület korábban. Egy időrendi tábla, egy sor, egy időrendi sor. Igyekeztünk azért megtörni itt-ott, de ettől függetlenül megpróbáljuk tényleg a kezdetektől egy kis visszatekintéssel, egy-két képjereig ábrázolni azt, hogy milyen is volt, amikor még nem volt, vagy egyáltalán volt-e arra igény, hogy legyen. És aztán utána pedig az, hogy hogyan haladt ez a fejlődés milyen helyszíneken fordult meg a gyűjtemény, milyen állapotban, és hova tart, és hol van, és mi az, amit, amit jelenleg a mai eszközökkel, a mai technikával, esetleg bővítéssel be tudunk mutatni, kitágítva ezzel a falakat. Rácsodálkozni pedig bőven lesz, mire ezt garantálhatjuk, hiszen a tárlat igazi kincseket rejt. A valóban ritkán látott fotók mellett korabeli használati tárgyak is előkerültek, és olyan féltve őrzött filmrészleteket nézhetünk meg, amelyek például Magyarország első és egyben utolsó Bika viadaláról készültek az Újpest pályáján 1925-ben, vagy éppen a favoritási stadionban rendezett motorversenyek izgalmát hozzák el nekünk valamikor volt a helytörténeti gyűjteménynek egy virtuális múzeuma, elég sokáig működött, folyamatosan töltögettük rá az adatokat, úgyhogy most, hát, most már azért van rajta legalább 17-20 órányi anyag, ami, amit azért úgy kell elképzelni, hogy 3-400 szavas kis ismeretetők, fotók, filmrészletek, korabeli filmrészletek vannak benne, ezt meg lehet tekinteni. Igyekeztünk úgy felépíteni, hogy azért majdnem a máig kövesse a Újpest történetét. Aztán sajnos, hát ugye a számítógépek kora azért az tudjuk, hogy nem olyan hosszú, nem éri meg az 50 évet biztos, tehát kellett volna váltani, szegényke előregedett, meg kellett javítani, és most közvetlenül a kiállítás megnyitása előtt sikerült a kollégának úgy hozni, hogy itt be tudjuk mutatni a kiállításon. A látogatók pedig akár ezt a több órányi anyagot is végignézhetik, hiszen a Múzeum história egészen július 15-éig várja az érdeklődőket az Újpesti Galéria nyitvatartási idejében, azaz hétfőtől szombatig, 10-től 18 óráig a polgárcentrumban. A belépés ingyenes.